Szeretettel köszöntöm nézőinket, László Lilla vagyok. Február első hetében ismét nem pihentek a rendezvényszervezők, fantasztikus programokkal készülnek ugyanis nekünk. Budapesti, vidéki, terézvárosi helyszíneken egyaránt fantasztikus programokban lehet részünk, ezekből készültem most önöknek egy összeállítással. Tartsanak ma is velem! Kávéházi estek a Yunus Emre intézetben. A török intézet a kávéházi estek sorozat keretében célul tűzte ki a török nyelv, szokások, művészet, így előadók, művészek megismertetését, ezzel is közelebb hozva a török kultúrát mindenkihez. Ez alkalommal a híres turkológus Kúnos Ignác munkásságával foglalkoznak. A turkológus a népköltés minden területével foglalkozott, a népdaloktól a mesékig, megvetve ezzel a török folklór alapjait. Az esemény előadója Csáki Éva turkológus, a rendezvényen való részvétel ingyenes. Szeretettel vár mindenkit az Andrássy úti Yunus Emre török intézet február 1-én este 19 órakor. Braun András képzőművész kiállítása a Resident Art galériában. Braun András nem csak festményeiben, hanem kollázsaiban is előszeretettel nyúl a popkultúra, az életmód magazinok, a reklámok és elitmárkák vizuális világához, hogy teljesen új, személyes képi rendszert alkosson. A minket körülvevő vizuális dzsungel ismerős képeit, a várakozásokat megcáfolva, nem kritikai felhanggal idézi, hanem mint ismerős, közös életünk darabjait. Braun András tragikusan korai halálával a magyar képzőművészet egy olyan jelentős egyéni festői világgal lett kevesebb, amelynek hiányát még nem tudjuk felmérni. Ezen a kiállításon eddig még soha nem be nem mutatott kollázsok játsszák a főszerepet, amelyeknél nem titkolt cél, hogy teljesebbé tegyék a Braun művészetéről alkotott képet. Az egyedi kiállítás megnyitója február 2-án este 7 órakor lesz. A kiállítást Winkler Nóra nyitja meg. A tárlat február 24-ig látogatható az Andrássy úti Resident Art galériában. Képzelt beteg a Báb Színházban. A jómódú család hírnév, pénz, társadalmi elismerés bőséges birtokában élné mindennapjait, ha a család fő hipohondriájával nem tenné pokollá saját és családtagjai életét. Betegsége kiszámíthatatlan, megmagyarázhatatlan, megfellebbezhetetlen, így a betegség gyógyítása is komplikált, kivitelezhetetlen és soha véget nem érő. Pláne, ha egy szerelem is van a képben, amelyet meg tud ezzel akadályozni. Molière minden helyzetkomikumot a legvégsőkig kiélez, így már-már ijesztően abszurdá válik kacagtató komédiája. Érdekes ifjúsági előadásra vár a Báb Színház. A képzelt beteg következő előadása február 2-án 6 órakor lesz, csak 16 éven felüli nézők számára. Maritza grófnő az Operett Színházban. Ha a Cserdes királynő Kálmán Imre legtöbbet játszott műve, akkor kétségkívül a Maritza grófnő a legizgalmasabb és a legkedveltebb. Ami nem csoda, hiszen egy slágerekkel teli, különleges, mégis korszerű történet elevenedik meg különböző, saját maguk gyártotta hazugságok hálójában vergődő, szerelmes emberekről. Csodaszép szólók, andalító duettek, vérpesdítő táncok, látványos revű és igazi, magyaros mulatság. Mindez elismert művészek tolmácsolásában, mint Dolhai Attila, Fischl Mónika és Faragó András. Szeretettel vár mindenkit az Operett Színház február 3-án pénteken, este 7 órakor. Sebestyén Márta az Ötvös Tízben. Sebestyén Márta a tradicionális magyar népdalkultúrát képviseli itthon és világszerte. Tehetsége, képzett orgánuma és varázslatos lénye eredeti jelenségé tette. A moldvai népzene is közel áll hozzá, már gyermekkorában rabul ejtették a csángó népdalok. Ez alkalommal az Ötvös Tíz közösségi kulturális szintér meghívásának tesz eleget. A hagyományos tázlóklub keretében egy különleges moldvai est vár a résztvevőkre. Érdekes és kötetlen beszélgetés, sok-sok dallal fűszerezve. Az est kiteljesedéseként mindenki jól mulathat a csángó táncházban, ahol kezdőket táncoktatással is várnak. Szeretettel vár mindenkit a tázlóklub, ez alkalommal Sebestyén Mártával, február 3-án este 8 órától az 5-ös 10-ben. 4. Keresztény Színházi Fesztivál. A fesztiválon számos határon túli magyar társulat vendégjátéka látható, koncertekkel, érdekes kiállításokkal és tartalmas beszélgetésekkel. A Keresztény Színházi Fesztivál célja, hogy a nagy érdemű olyan darabokat is megismerhessen, amelyeket tőlünk távol élő magyar anyanyelvű művészek hoztak létre.
A fesztivál több helyszínen változatos programokkal várja az érdeklődőket. Az ünnepélyes megnyitó február 3-án az Új Színházban lesz, ahol a Fehér Szarvas című történelmi drámát mutatják be. A folytatásban a Kárpát-medencei férfi sorsát mutatják be Bartók and Folk címmel, egy magyar zseni, nagyszerű, mindenkit lenyűgöző megfogalmazásában. Szeretettel vár mindenkit a fesztivál kiemelt helyszíne az Új Színház február 3-án, 4-én, 6-án és 8-án. Gardrób közösségi ruhavásár a Király utcában. Kinek ne lenne olyan ruhadarabja, melyet megunt, kinőtt, sosem vett fel, de sajnálja kidobni. Magyarország legnagyobb használt ruhavásárát nekik ajánljuk, no és azoknak, akik szeretnek nézelődni, vásárolni, beszélgetni, és esetleg még pénzt is keresnének megunt személyes holmiaikkal. A Király utca ma a főváros egyik legfelkapottabb utcája, mind a budapestiek, mind a turisták között, így nagy közönséget biztosítva a ruhavásárnak. Nincs más tennivalónk, mint összekészteni ruhát, cipőt, táskát, övet és egyéb kiegészítőket, jó állapotban tisztán vasalva elvinni a Király utcai passzázsra, és már indulhat is a nagyszabású gardrób parti. Február 4-én szeretettel vár mindenkit a Centrál passzázs a Király utca 8 szám alatt. Bővebb információt a Gardrób közösségi vásár Facebook oldalán találnak az érdeklődők. A bagoly, aki félt a sötétben. A Kolibri Fészek Gyermek Szobaszínház újabb szuper előadásra várja a kicsiket. A bagoly, aki félt a sötétben, nem csupán szórakoztató, de tanulságos is. A kis gyöngybagoly története láttán megértjük, hogy a gyermeki félelmet miként győzheti le a kíváncsiság, a szeretet, no és a tudás. Az előadás időtartama 50 perc, és a szervezők 4-8 éves gyerkőcöknek ajánlják. A következő előadás február 5-én vasárnap lesz délelőtt 10:30-kor az Andrássy úton a Kolibri Fészekben. Ingyenes korcsolyázás a Hunyadi téren. Az Andrássy út mögött található kis tér mindig is Terézváros egyik leghangulatosabb tere volt. December 2-ától azonban megújult külsővel és belsővel várja az ide látogatókat. Sőt, a téli időszakban egy fantasztikus korcsolyapálya vár mindenkit. A pálya hétköznapokon 8-tól 14 óráig a gyermekeket várja, 14-től 20 óráig azonban a felnőtteké a terep. A korcsolyapálya minden 6. kerületi lakosnak ingyenesen vehető igénybe, de lakcímkártyát feltétlenül vigyenek magukkal. A nagy érdeklődésre való tekintettel a Hunyadi téri korcsolyapálya egész februárban várja vendégeit. Nézzük, mit tartogat február első hete más budapesti helyszíneken. Downhill Európa bajnokság. Képzeljenek el sok extrém biciklistát, akik hegyekről száguldanak le. Nagyon nem kell erőlködnünk, ilyet láttunk már. Amikor azonban a hegyet bevásárlóközpontra cserélik, az válik csak igazán extrémmé. Ezt az egyedülálló stílust a Cseh Eastern Gravity csapata honosította meg, mára azonban már Európa bajnokságot is rendeznek ennek a különleges sportágnak. A 2017-es hazai rendezvényen 30 versenyző küzd majd az első helyért, amelyet egy újra tervezett pályán kell elérniük a tavalyi Európa-bajnoki futamhoz hasonlóan egyik népszerű bevásárlóközpontunkban. Aki valami igazán testközelit és izgalmasat szeretne, annak az Árkád bevásárlóközpontban a helye február 4-én 1 órakor. A rendezvényen való részvétel ingyenes. Winter Food Fest. Január 26-ától rendezik meg Budapest első téli ételfesztiválját. Az eseményre látogatók a legszaftosabb, leghűtésebb hazai és nemzetközi téli gasztroörületével ismerkedhetnek meg. Evésre felkészülni, vigyázz rajt, hiszen az Erzsébet téri ingyenes fesztivál mindenkinek tartogat valami finomságot. A rendezvény február 5-éig tart, délután 4 és este 11 óra között. A belépés ingyenes. Zárásként fogadjanak szeretettel egy érdekes vidéki programot. Győri Bencés Bál. A Győri Bencés diákok hagyományos bálja, illetve farsangi mulatsága a város legrangosabb és leglátogatottabb eseménye ebben az időszakban. A változatos zenés-táncos produkciók mellett ízletes harapnivalókkal és finom italokkal várnak mindenkit, melyeket a belépőjegy tartalmaz. Az első februári hétvégén, február 4-én érdemes tehát Győrbe látogatni, hiszen a Győri Bencés bál önfelett kikapcsolódást ígér. Ez volt mai programajánlónk, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha bármilyen kérdésük vagy észrevételük lenne, úgy azt megtehetik az info@6oscsatorna.hu e-mail címen, illetve a 061-301-0956-os telefonszámon. Szép hetet, izgalmas programot kívánok Önöknek, viszontlátásra!